Köszönöm szépen. Kiegészítve akkor a témát, optikai és kvantumelektronikai tanszék, a becsületes neve a tanszéknek, ahol dolgozom. Oktatással foglalkozom, legfőképpen lézerekkel egyébként, és olyan berendezésekkel, aminek valamilyen szempontból fényhez van köze. Ezek orvosi vagy nem orvosi eszközök, de mindenképpen a fényhez van köze. Ehhez is van egy kis közöm, amiről most fogok beszélni, úgyhogy a végén majd esetleg összefoglaljuk. Nem tudom, hogy itt jó ez. Amit én szeretnék összefoglalni, az részben az, hogy egy picit tisztában lássunk, értsünk, hogy a mostani világban ilyen divatos szavakat szoktak mondani, hogy fényelem, napelem, napkollektor, egyebek. Nézzük meg, hogy miből tudunk gazdálkodni. Az, hogy mi érkezik hozzánk a nap irányából, ebből a végítésből, mi történik azzal, ezen a felső ábrán lehet talán látni, nem tudom, picit aprók a betűk, elmondom, a hozzánk érkező napfénynek egy része a felhőkön szóródik, visszaverődik, nem jut el az energia hozzánk, egyik része, vagy egy jelentős része eljut a Földre, itt elnyelődik, még itt is visszaverődhet, nézzük meg, hogy ebből mit tudunk gazdálkodni, miből tudunk építkezni. Talán egy pici fizikaórát is itt említenék, hogy a fénynek olyan különleges szerepe nincsen olyan szempontból, hogy ugye mi azt gondoljuk, hogy amit mi látunk fényt, az egy borzasztó valami misztikus dolog, pedig annak nagyon széles tartománya van az, hogy az infravörös, illetve az ultravörös a tartomány, az teljesen úgy működik, mint az a számunkra látható, csak a szemünk erre a kicsi része érzékeny, ugye a kéktől a pirosig, ami utána van, vagy előtte van, azt mi nem látjuk, de ugyanúgy viselkedik, ezt tudni kell. Azért raktam ide ezt a kis ábrát, hogy amit mi látunk, az egy nagyon pici tartományát tölti csak ki, tulajdonképpen ennek a színképnek. A nap energiája, ami hozzánk érkezik, néhány grafikont föltettem, nem kell megérni a számoktól, majd fordítok magyarról magyarra. Próbáltam összeszedni diagramokat, hogy miből tudunk gazdálkodni. Itt egy nagyon érdekes grafikon látszódik. Nyilván ugye azt mindenki tudja, hogy a legtöbb energia nap szempontjából, napenergia szempontjából nyáron a világos nappalokkal érkezik hozzánk, ebből tudunk gazdálkozni. Szerencsére lehet, hogy jól is jön, megfordult a világ egy kicsit. Régen ugye tudta mindenki, hogy télen nagyobb az energiafelhasználás, a villamos energiafelhasználás, hiszen fűteni kell egyebek. Most annyira megváltozott a világ, hogy nyáron nagyobb az energiafelhasználás, hiszen olyan melegünk van idézőjelben, hogy a klímaberendezések egyebek rengeteg elektromos energiát fogyasztanak, nyáron több már az energiafelhasználás. Nézzük egy olyan grafikont, vagy legalábbis egy térképet, ahol azt számokkal kifejezzük, hogy mennyi energia jut hozzánk. Én forintot is rendeltem ehhez, picit segítek az értelmezésében. Ez egy, azt hiszem, hogy az Országos Meteorológia honlapjáról szedtem le, utólagos engedélyükkel. Itt kiszedtem, hogy hány ezer millizsúl energia érkezik négyzetméterenként és évente hozzánk. Én kiszámoltam, hogy ez mit jelent egy hónapra. Tehát ez azt jelenti ez a szám, hogy egy hónap alatt, egy négyzetméterre ennyi energia érkezik hozzánk a napból, ebből tudunk építkezni, ebből tudunk valamit kihozni. Én tovább folytattam ezeket a számolásokat, átszámoltam egy olyan mértékegységre, amivel mindenki találkozik minden hónapban valószínű, a villanyszámlája. Ugye a kilowattórákat lehet látni, én ezt átszámoltam, villamos energia ár körülbelül 1 kilowattóra 50 forint, ezt tudjuk, ebből az jön ki, hogy körülbelül 5600 forint villamos energia áron számolva 5600 forintnyi energia érkezik hozzánk átlagosan egy hónapban egy négyzetméterre. Ez szerintem egy nagyon hogy mondjam, sokat mondó szám. Ez arra jó, hogy ennél többet biztosan nem tudunk használni. Nem tudunk kihasználni belőle, nem tudjuk átalakítani. Ez az, amiből tudnánk gazdálkodni, vagy tudunk gazdálkodni. Ha ügyesek vagyunk, akkor ez lenne az a maximum, amit el tudunk érni. Nyilván nem tudjuk megcsinálni. Igen, jön a következő kérdés, hogy hőenergiából tudunk elektromos energiát csinálni.
Talán nem mindenkinek világos első nekifutásra, pedig van otthon mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek. Ha megnézi otthon mindenki a gáztűzhelyét, a láng mellett van egy kis pecek. A kis pecek az így néz ki, a kis peceknek a legvégét lehet csak látni. Ez egy olyan kis berendezés, ami úgy működik, hogy ha ég a gázláng, akkor ezt a pecket felmelegíti, itt egy kis áttételen keresztül azt garantálja, hogy utána nem kell nyomni ugye a gombot, jön a gáz. Az egy mágnes szelepet tart nyitva, aminek a működtetéséhez elektromos energia szükséges. Ugye ez biztonságot lát el otthon, jön a húzat, elfújja a lángot, kialszik véletlen, akkor ez kihűl, de akkor nem termel elektromos energiát, elzárja a biztonsági szelepet, nem lesz az, hogy véletlen elfújta a húzat a gázlángot, de a gáz ömlik tovább. Tehát ilyen van otthon mindenkinek, csak nem nagyon tudott róla. Nem ez a módja természetesen a hőenergiából, az elektromos energia termelésének, de működik. Következő, ami hát nagyon sokat lehet róla hallani mostanában, az a napelemeknek a kérdése. Napelem, amit lehet látni tetőkön és egyenfejeken. Azt mondanám, hogy ha szeretnénk ilyet csinálni, vegyünk elő néhány egyenletet, néhány differenciál egyenletet, elkezdjük szépen megoldani, és akkor próbálunk napelemet készíteni belőle. Most nem akarok senkit elijeszteni, nem ezen az úton megyünk tovább, vizsgáltassak el az előadás végén. Csak azt szeretném volna ezzel megmutatni, hogy az házilag nem olyan, hogy fogjunk hozzá és csináljuk meg. Még egy picit róla, annál nem csak azért, mert ilyen mindenféle bonyolult egyenleteket kell megoldanunk, ráadásul helyesen, hanem fizikailag sem egyszerű kivitelezni, egy kicsit kicsi az ábra, de azt szeretném mondani, hogy ezen vannak olyan méretek a napelemnek a belső szerkezeti felépítésében, ami a milliméter ezred részének mondjuk még egy tizede. Na, ezt házilag ilyen rétegeket nyilván nem tudunk előállítani, tehát technikai akadálya is van, és elvi akadálya is, hogy otthon jól működő napelemet állítsunk elő. Hogy tisztázzuk a fogalmakat, a napelem alatt azt értjük, ami a nap energiájából elektromos energiát állít elő. Jó, később lesz, ami más. A napelem alatt ezt kell érteni. Elektromos energiát állít elő valóban, de jönnek a következő problémák vele. Mit csináljunk vele? Hiszen a nap nem mindig akkor süt, amikor szeretnénk felhasználni. Jön a tárolásnak a kérdése. Nincsen megoldva még a világban az, hogy az energiát jó hatásfokkal tudjuk tárolni, akkumulátort nyilván mindenki látott, az autótól elkezdve a telefonjába, mindenhol, de összegezve azt lehet mondani, hogy ez nagyon kicsi térfogatban, kicsi helyen nagyon sok energiát nem tudunk tárolni, és a világon rengeteg ember dolgozik ezzel, rengeteg tudós ember, több-kevesebb sikerrel, messze nem vagyunk még a végén. Jön a következő megoldás, ha már valahogy napelemmel, a nap energiáját felhasználva elektromos energiát állítottunk elő, hogyan tároljuk? Van egy kézenfekvő megoldás, hogy egyszerűen mondjuk azt a DMA-nak, vagy hogy hívják ezt az áramszolgáltatót, az ENSZ és vegye vissza tőlünk. Valóban most nem tudom, hogy mintha megváltoztak volna egy picit a játékszabályok, de eddig mindenképpen úgy volt, hogy kötelező neki visszavenni. Igen, csak az történik, hogy a napelem az olyan feszültséget állít elő, ami egyenfeszültség. Ezt át kell alakítani váltakozó feszültségé, ami az otthon lévő konnektorainkban vannak. Ez a mondatom körülbelül azt jelentette, hogy még egy félmilliós berendezés kell hozzá, ami ezt a szívességet megteszi. A DMA-nak is kell egy kis pénz, nyilván azért, mert olyan órát tesz fel, ami visszafelé is mér, nem csak a mi irányunkba. És akkor az árat pedig nyilván valamilyen szabályozzák, de legalább azt a kérdést megoldja, hogy nem kell akkumulátorral otthon bíbelődni. Persze, hogyha valaki olyan helyen, tanyán vagy egyéb helyen van, ő magának is meg tudja oldani, kisebb energiafelhasználást még el lehet akkumulátorokban tárolni. A napelemek azon kívül, hogy nem olcsóak, van egy grafikon, ami azt mutatja, hogy a napelemeknek a hatásfoka. Ez azt jelenti, hogy a napból ide érkező energiát milyen hatásfokkal tudjuk mi energiával, elektromos energiával alakítani. Ugye emlékeznek rá, hogy 5000 néhány száz forintról beszéltem négyzetméterenként havonta átlagosan. A legjobb napelem és az ideális grafikonok, ez laboratóriumi körülmények között előállított, ez még mindig nem több ilyen 30-31-2%-nál. Ez nem a kereskedelmi forgalom, ez laboratóriumi körülmények. Tehát már lényegesen kevesebb forintnál tartunk négyzetméterenként, mint az 5000 forint.
Az, hogy ezek a grafikonok miért így néznek ki, nyilván arról most nem beszélgetünk, ezeket ki lehet számolni, elvi dolgai vannak, ezek az eredmények a számolásból. Egy picit szeretnék segíteni, aki ilyenbe gondolkodik esetleg. Napelemeknek, amikor rengeteg ilyen cég van, nyilván ebből is szeretne mindenki megélni, vagy sokan megélni, mindenfélét árulnak. A nagy vonalakban három típusa van, az egyiket úgy hívják, hogy amorf. Ez a legolcsóbb, cserébe a legrosszabb, még rosszabb, nagyon rossz a hatásfoka, de legalább olcsó, valamire azért jó. Ami egy kicsit drágább, annak az polikristályosnak hívják, és ami a legjobb, természetesen a legdrágább, az a monokristályos. Ennek sem jobb még a kereskedelmi forgalomban lévőknek a hatásfoka 15-20%-nál. Tehát, hogyha visszagondolunk az 5000 forint per négyzetméterre, akkor annak az egyötödét tudjuk napelemekkel körülbelül négyzetméterenként összeszedegetni. Egy picit talán lehet érezni, hogy mi az oka annak, hogy ezek nem olyan nagyon terjedtek el, olyan szempontból, hogy nagyon drágák, mindjárt mondok még számokat is, illetve nagyon rossz hatásfokuk, tehát sok négyzetmétert föl kell építeni a tetőre vagy bárhová, kinek milyen lehetősége van, hogy ebből számottevő energiát össze tudjunk hozni. Látszólag ez így néz ki, és én, ahogy emberekkel beszélgetek nyilván a munkám folyamán is, úgymond a laikusok nagyon sokszor összekeverik, hogy mi van a tetőn. Azt mondja, láttam valakinek a tetőjén napelemet, másik azt mondja, napkollektort, és nem is tudja pontosan, hogy mit látott. Ez nem olyan nagy baj, csak én most próbálok segíteni. Valóban, ha messziről nézi az ember, nem nagyon derül az ki, hogy mi az, amit a tetőn lát. Nem biztos, hogy ezt mindenki el tudná dönteni, hogy ez napelem vagy napkollektor. Mindjárt beszélek a napkollektorokról is. De nyilván többségünk már láthatott ilyet a tetőkön. Aha, de nem csak a tetőre tesznek ilyet, hanem egy kicsit nagyobb elrendezésben is használnak ilyeneket, ahol sok hely van, meg sok pénz, ott számottevő négyzetmétert lefednek. Látszik, hogy ez egy viszonylag hosszú terület, nagyon sok van egymás után, ez nem tudom hány száz négyzetméter lehet, nyilván ezek már számottevő energiát termelnek, tudtommal ez nem Magyarországon van. Ez egy inverter, az inverter, ezt mondtam, hogy néhány százer forint rögtön, ami az egyen a fény a napelem által előállított egyenfeszültségből váltakozót állít elő, amit a DMAS vagy az áramszolgáltató elfogad, hogy visszatáválhassuk az ő hálózatába. Egy kis dobozkának tűnik külső szemmel, az ára az, ami nem annyira szimpatikus. Igen, a napelemek. A napelemekről még mindig annyit, hogy az árokat próbáltam egy picit összeszedni, hogy összefoglalva 1 kilowatt. Mindjárt ezt is lefordítom magyarra, kb. 1 millió forint. Durván, nyilván ki, hol veszély, hogy tud alkodozni. Az, hogy 1 kilowatt teljesítménye legyen egy napelemnek, hogy ez mire elég, hát hogy érzékeltesen. Mondjuk egy vasaló, az ennek a kettőszörös teljesítményével rendelkezik. És ez kb. 1 millió forint nagyságrendje, ami ezt tudja. Világos, hogy számottevő teljesítményt napelemből összeszedni nagyon drága, ezek a millió forintok gyorsan összeadódnak. És akkor jön még hozzá az inverter, az átalakítók, a DMAS, engedély, ez az amaz. Ezért nem lehet még minden háznak a tetején effélét látni. Azt, hogy miért kell ilyen rengeteg sokba, én ezt most nem szeretném boncolgatni, mert a kereskedők tesznek rá annyit, amennyit. Az előállítása az valószínűleg nem indokol egyébként ilyen árakat. Nézzük a következőt. A következő fogalom az a napkollektor. Ugye azt mondtam, hogy ezek az elnevezések szoktak keveredni, hogy napelem és napkollektor. A napelem, még egyszer, elektromos energiát állít elő a nap fényének napenergiájából. A napkollektor ugyanazt a fényt használja, természetesen ugyanúgy a tetőn van, de az a nagy különbség, hogy nem elektromos energiát állít elő, hanem egyszerűen csak a napnak, az energiáját hővé alakítja, és ezt, mint hőenergiát hasznosítjuk valahogy, semmi köze nincsen elektromossághoz. Ezeknek a hatásfoka nyilván jobb, hiszen ugye meleget azt jobban össze tudjuk szedni, mint hogy még át is alakítsuk elektromos energiává. Én fölírtam egy apróságot, amire számítok, hogyha ebbféle előadást tartok, hogy lesz olyan, aki megkérdezi, hogy mi van a sörkollektorral. Hogyha valaki ezt beírja, ugye azt szoktuk mondani, hogy Google a barátom, beírja a Google-ba, és elkezdi olvasgatni, nagyon sokat tud erről olvasni. A sörkollektor, az tulajdonképpen egy napkollektor. Olyan szempontból, hogy házilag megépíthető.
Tényleg nagyon sokan megépítették, Szegeden is folyamatban van, egy kis klubnak a megalakulásával. Azt gondolná az ember, hogy viccesen neve a sör, viccesen neve sörkollektor, de nem. A sörkollektornak az a lényege, hogy tényleg a sörös dobozokat kell felhasználni, egy 5-10-20 darabot egymás után szépen feldolgozva, kivágva, egymás után rakva néhány sort párhuzamosan, befesteni feketére, meg egy pár trükk még van benne, és az a lényeg, hogy ezen a sör kollektoron átáramló levegő, az felmenekszik. Ezt be lehet vinni a lakásba. Én azt gondolom, hogy egy néhány négyzetméteres sör kollektor már nagyon sokat segít abba, hogy később kelljen az igazi fűtést bekapcsolni, vagy tavasszal korábban meg lehet szabadulni a gázos vagy elektromos fűtéstől. Rásegítésképpen mindenképpen jó. Ha valakit ez jobban érdekel, tényleg az interneten utána olvas, számokkal alá van támasztva, hogy mikor milyen levegő jön belőle, milyen buktatói vannak a megépítésének, de mindenképpen egy olyan berendezés, ami mondjam azt, hogy néhány ezer forint nagyságrendből megépíthető néhány négyzetméternyi, és tényleg arra alkalmas, hogy meleg levegőt szolgáltasson, még akkor is, amikor nem 40 fok van kint, hanem egy október-novemberi napsütésben. Ha valaki jól megcsinálja, tényleg fölmelegít 40-50 fokba is akár a levegőt, még ilyen október-novemberi napsütésben is. A kereskedelmi forgalomban kapható kollektorok között, napkollektorok között is van néhány fokozat. Ez a típus, ami itt van a képen, ezt úgy hívják, hogy síkollektor. Ez a legegyszerűbb kivitel. Ez tulajdonképpen a sörkollektornak a picit profi változata. Az a lényeg, hogy valahogy elnyeli a napnak az energiáját, felmenekszik benne a levegő, áramlik, és a meleg levegőt használják benn mondjuk a lakásnak a melegítésére. Ilyeneket inkább lehet látni, ezek már a lényegesen drágább kivitelek, lényegesen jobb hatásfokkal működnek nyilván, ezek már vákumcsövesek, ez azt jelenti, hogy erre vigyázni is kell, könnyen összetörik, ha az ember szeretné őket tisztítani, vagy egyebek, nem olcsó. Ezek így felnél vannak elhelyezkedve, több párhuzamos vákumcső van egymás mellett, a legmodernebbekben folyadék is van, azt úgy kell elképzelni, hogy minden csőnek az aljában van folyadék, a napenergiáját felmelegíti, ez a folyadék elpárolog, azért kell feltén elhelyezni, hogy a gázhalmaz állapot fölmegy a tetejére, ott lecsapódik, leadja a hőenergiát, és a tetején kering egy folyadék, amit fölmelegít, azt lehet bevinni a lakásba valamilyen módon, kinek hogy tetszik, arra kell vigyázni, hogy ebben tényleg folyadék kering itt kint, télen a fagyás veszély miatt fagyálóval kell feltölteni. Igen, ezt azért tettem ki, nem lehet eldönteni, hogy melyik milyen típusú. Mondom, a ránézésre, aki nem annyira avatott szem, mondhatja, hogy ez napelem, vagy valamelyik típusú napkollektor. A csöves elrendezésből lehet azt tudni, hogy ez kollektor, tehát ez csak hőenergiát, meleget állít elő, elektromos energiát nem. Ám de kevésbé van a köztudatban az, hogy nem csak napelem és napkollektor van. Ezek ezen az ábrán lévő kis valamicsodák, ezek nem római katonák, hanem tükrök. Nagyon sok tükör. És úgy vannak ezek beállítva, ezek a tükrök, hogy egy pontba fókuszálják a napenergiáját a torony tetejére. Itt kör alakban van nagyon sok, és oda a torony tetejére fókuszálják a napenergiát. Rengeteg energiát össze lehet vele gyűjteni. Magyarországon nem tudok ilyenről. Mire lehet használni? Arra lehet használni, hogy ott a toronyban tetején lévő folyadékot, nyilván áramló folyadékot nagyon föl lehet melegíteni, vagy fémet lehet vele olvasztani, mindenfélét, amire elegendő az, hogy hőenergiát tudunk használni. Ennek naptoronya neve, de van napkémény is. Napkémény, az a következő elven működik. Le kell fedni néhány négyzetkilométer, vagy néhány 10 négyzetkilométer sík felszínt, valamilyen magasságban olyan anyaggal, ami a napnak a fényét átengedi, viszonylag meggátolja azt, hogy a meleg visszafelé kisugárzódjon rajta. Ha példát szeretnék mondani, üvegházhoz hasonló, vagy a fóliaházakhoz hasonló, és a következőt használja ki. Nagyon nagy területen, hogy a fő és a borítás, vagy az üveg, vagy valami között lévő levegő réteg rettenetesen fölmelegszik, egy kicsit ezt kúposra építik meg, a meleg levegő ezen a nagyon magasra épített kéményen a mindenki által jól ismert kémény hatás miatt szépen elkezd áramlani fölfelé,
Ha ezt nagyon nagyban építik meg, itt egy sematikus ábrán talán még jobban lehet látni, itt oldalt jön be a hideg levegő, fölmelegszik, és a kémény hatás miatt nagyon jelentős mennyiség áramlik keresztül. Mit kell csinálni? Vagy az áramlásnak az útjába ide tenni egy generátort, és az elektromos energiát fog termelni, hiszen az áramló levegő forgásba hozza, vagy a függőleges ágba kell tenni ezt a generátort, és a klasszikus módon, mint ahogy az autóban forog a generátor, elektromos energiát állít elő. Nem tévedésből mondtam, hogy néhány négyzetkilométer, vagy néhány 10 négyzetkilométert kell ebből lefedni, hogyha jelentős teljesítményt szeretnék elérni. De hogyha ezt jól megcsináljuk, akkor ez éjszaka is fog működni, mert annyira fölmelegszik a Föld, hogy elegendő energiát tárol egyszer hőkapacitása miatt, ami elegendő arra, hogy éjszaka is megteszi ezt a szívességet, hogy fenntartja ezt a kémény hatást, a meleg levegő fölfelé fog menni. Az egyetemen az oktatási munkám során volt egy diplomamunkás, akivel csináltunk egy ilyet picikébe. Ezt úgy kell elképzelni, nem tudom mennyire látszik, ez mondjuk 2 méter x 2 méteres, egy ilyen kis piramis alakú csapda, nem ér le egészen a földre, üvegből csináltuk, fölmelegedett a levegő alatta, elkezdett ezen a keskeny csövön fölfelé áramlani, mint egy kéményt illusztrálva, ez néhány méter magas volt csak. Tettünk bele egy kis motort, ide a fölszálló ágába, tényleg mérhető teljesítmény, mérhető energiát tudtunk előállítani, tehát ilyen kicsi méretekben is sikerült megmutatni, hogy ez tényleg működőképes. Azt gondolnánk, hogy itt össze-vissza beszélek, hogy hol van itt néhány négyzet, vagy néhány 10 négyzetkilométer, amit így le tudunk fedni. Magyarországon valóban nincsen, de valahol építenek ilyesmit. Nyilván ez még nincsen egészen kész. Amire szeretném fölni a figyelmet, ha ezt megépítik Arizonában, 2015-ben átadják, 200 megawatt. 200 megawatt lesz a teljesítménye. Még egyszer, ez csak azon alapszik, hogy a napenergiája fölmelegíti a levegőt, és ezen a kémény hatáson elindul fölfelé a levegő. 200 megawatt. 200 megawatt, ez mondhatnám azt is, hogy a paksi atomerőmű egyik blokkjának mondjuk a fele. Ez már akkor a teljesítmény, ami nagyon-nagyon számottevő, és ilyen hát viszonylag egyszerű elvet használ ki, a nap energiája felmelegíti a levegőt, és az nagy sebességgel elkezd áramlani a kémény hatás miatt. Tényleg működik, tényleg megcsinálják. Következő érdekes dolog, amit szeretnék említést tenni, hogy nem triviális mindenkinek az, hogy hogy lehet hőenergiából elektromos energiát előállítani. Ez, hát hogy mondjam, tudós embereknek sem egyszerű feladat jó hatásokkal. Régen volt egy szerzetes, vagy lelkész, aki kitalált egy érdekes motort. Az érdekes motor ez azt tudja csinálni, hogy nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, van egy része, amit melegíteni kell. Teljesen mindegy, hogy mivel melegítjük, hogy ezt a nap melegíti, vagy gázt égetünk, vagy fát égetünk, a lényeg az, hogy azt a részét melegítsük meg valahogy, és egyszerűen a meleg miatt beindulnak azok a folyamatok, amik forgómozgást fognak eredményezni, egy igazi motormozgást, ha már valami forog, onnantól kezdve elektromosságot bármit elő tudunk beleállítani. Nagyon fontos még egyszer, nem olyan, mint egy benzinmotor, vagy egy dízelmotor, hogy benne el kell égetni a benzint, vagy gázolajat. Hanem külsőleg mindegy, hogy mivel melegítjük, a motor beindul, nagyon jó hatásokkal működik, jobb hatásokkal működik, ilyen 30-40% hatásokkal tud működni, amit egyéb berendezési meg sem közelítenek ilyen dízel és benzinmotorok. Így néz ki, csináltuk is egy ilyet. Ugye azt gondolná az ember, hogy itt van egy motor, ami hajt valamit. Nem így van, ez fordítva működik. Itt van valahol olyan része, amit valami módon melegíteni kell. Teljesen indiferens, hogy mivel, csak meleg legyen. Itt van néhány dugattyú, és ezt a motort kezdi el forgatni, ami elektromos energiát állít elő. Sajnos itt kipróbáltuk az előbb a kollégával, itt van egy kis videó, ezt most nem tudjuk lejátszani, de a tanszéken csináltunk egy ilyen pici makettet, és tényleg elkezdi az ember melegíteni, semmi nem kell hozzá, az égvilágon, forgásba jön, és utána őt már arra használjuk, amire szeretnénk. Mi van még körülöttünk? A napon kívül van szél. A szél Magyarországon, legalábbis itt az Alföldön, mi ezzel nem nagyon büszkékedhetünk, legalábbis nagyon magasra kell felmenni ahhoz, hogy a szél energiából is valamit tudjunk magunknak hasznosítani. Ennek is van néhány formája, van olyan, ami egyszerűen forgásba jön, és nem alakít semmiféle elektromos energiát, nem
nem állít elő. Egyszerűen forgó mozgást valami szivattyúnak a mozgására használják, vizet szivattyúznak, egyebeket. Talán ilyet még látott mindenki általában keltiben Magyarországon is, amikor ilyen szélerőműveket állítanak fel. Nem nagyon szoktak ezek nagyon gyorsan forogni, nagyon kevés a szél Magyarországon, nagyon magasra kell tenni, és én valahol olvastam, hogy a környezetvédők egy kicsit ellenzik is, mert veszélyesek állítólag a madaraknak a vonulására, a környezetre. Én ezt el tudom egyébként képzelni. Több baj is van vele, látszik ezen a rajzon, hogy ezek hát a történelmi távlatokban vannak egymástól, ennek fizikai oka van, az azt jelenti, hogy ezek nagyon megzavarják az áramló levegőnek az útját, és a közelében nem szabad tenni másikat, mert az lerontja a hatásfokát. Tehát ezekkel nehéz jól lefedni a területet. Bocsánat. De vannak olyanok, amik nem a vízszintes tengely körül forognak, hanem a függőleges tengely körül forognak. Ezek lényegesen jobban használhatóak, annál is inkább, mert a függőleges tengely körül forgás miatt a mögötte olyan turbulenciák alakulnak ki, hogyha ott van még ugyanilyen elrendezésű függőleges tengelyű székkerék, annak a hatását segíti, és ezért ezek most lényegesen elterjedőben vannak, mint a vízszintes tengelyűek. Ez is például egy ilyen. Ide is raktam számokat, hogy ilyen néhány 100 wattos, vagy mondjuk 3 kilowattos egy ilyen, rögtön ez is 1-2 millió forintba kerül. Ezen megint lehet diskurálni, hogy miért ennyi. Valószínűleg nem azért, mert ennyibe kerül, hanem talán ezért ennyire meg el lehet adni. Nyilván azt határozza meg, hogy amit megadnak meg érte, annyira kell adni. Én nagyon impozánsak szerintem, de lehet azt szerettem volna ezzel megmutatni, hogy a függőleges tengelyeket egészen sűrűn lehet egymás mögé telepíteni, tehát ugyanarra a területről lényegesen több energiát lehet, hogy mondjam, csapdázni, vagy hasznunkra fordítani, mint a vízszintes tengelyeknél. Hopp, megint egyet tovább mentem. Én ezt már nem szeretném most kirészletezni, mert nagyon rövid az idő. Van még egy nagyon fontos, ez a geotermikus elnevezés, talán ezt is hallhatta majdnem mindenki, amikor arról van szó, hogy egyszerűen a földbe lefúrunk néhány méter távolságra egymástól, vagy arra használjuk, hogy a szobában fölmelegedett folyatékot a földön át keringetve lehűtjük, és hidegebben jön vissza, tehát lehet használni micsodára klíma üzemeltetésére. De nálunk az egyetemen volt egy felújítás, most fejeződött be, és valami uniós előírás miatt ilyet kellett csinálni. Tehát már az épület bizonyos részén ilyen elben működő klímák működnek, jól működnek. Nem fagyos levegőt, hogy mondjam, fújnak, mint a nagyon nagy fogyasztású klímák, de 16-18 fokos levegőt képesek, ami arra mindenképpen alkalmas volt a nyári legnagyobb melegben is, tehát normális hőmérséklet legyen a helységekben. Az a fontos, hogy ehhez nem kell nagy energiabefektetés, hogy a klímák ilyen 5-6-8-2-3 kilowattokat fogyasztanak. Itt szinte néhány 100 wattos teljesítményen meg lehet oldani, hiszen csak a vizet kell, vagy folyadékot kell keringetni, töredék energiából lehet klimatizálni. Na, most föl lehet tenni a kérdést, hogy hogy kerültem én ide a mai nap. Azon kívül, hogy Tíme volt kedves és meghívott engem, megpróbáltam ide csatolni egy diát, hogy két okból. Ugye az egészségnek jót tesz az, ha hó végén kisebb a villanyszámla, vagy az áramszámla. Ez szerintem nem is lehet kérdés. Ez nem annyira vicces egyébként, gondoljuk bele, hogy ha mindenki meg tudna azt oldani, hogy az általa felhasznált energiának csak mondjuk a felét ebből állítaná elő, napból, vagy szélből, vagy kinek milyen lehetősége van, akkor nyilván az áram és gázszolgáltatók szomorúak lennének, másrészt a mi egészségünknek és pénztárcának is ez nyilván jót tenne. A másik, nem utolsó egyébként, hogy a mostani az atomerőműt, ha most nem boncoljuk, csak maradunk az egyéb benségési modaloknál, amik energiát termelnek az ilyen hőerőművekben, tök mindegy, hogy gázzal vagy szénnel üzemelnek, nyilván a környezetre való hatása az nagyon nem elhanyagolható. Tehát iszonyatos sok energiát kell, nagyon megnőtt a világnak az energiaigénye, és ezt kielégíteni nem olyan könnyű, és ez nyilván a környezetre is rányomja a bélyegét. Én ezzel mindenkinek köszönöm szépen a figyelmét.